Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégeimet is, Neszvedo Pétert, a Fotovideóklub vezetőjét Budakalászon, valamint Balázs Klára fotóst. Üdvözöllek titeket sok szeretettel. Köszöntöm téged, meg a kedves nézőket is. Egy nagyon fontos esemény miatt vagyunk itt, mégpedig azért, mert pénteken elérkezik az a nap, amikor az elmúlt év fotóiból nyílik egy nagyszerű kiállítás itt Budakalászon, de mi is lesz ez pontosan? Téged kérdezlek erről, Péter. Ez már hagyományosan a fotóklubunknak az év értékelő kiállítása, összefoglaló kiállítás. Az egész éves termésből állítunk ki 150 képet, úgyhogy nem kevés, és a faluháznak, tehát a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, na, sikerül egyszerre kimondani, jó voltából ugye ők biztosítanak nekünk helyet két hetente, és a kiállításunknak is ők adják a helyet, úgyhogy az ilyen kiállítás alkalmával, most már sokadszor, már számát nem tudom, hogy hányadik kiállításunk van, de az egész ház a miénk, és két hónapon keresztül. Tehát a földszinti folyosók, az emeleti folyosó és a kávézó területe, ez mind helyet ad a képeknek. Most először sikerült elérni azt, hogy A3-as méretben tudunk az összes képet kiállítani, ami hát azért sokkal élvezetesebb, mint egy rajzlap méretű A4-es kép, úgyhogy ezeket lehet majd nézni. A kiállításunk úgy szerveződik, hogy tartunk minden évben egy házi pályázatot. Ez a házi pályázat az interneten, a honlapunkon zajlik, és ide havonta küldenek a klubtagok 6-6 képet fejenként, és a klubtagság ezt értékeli. Így aztán kialakul egy sorrend, ami az év végére az egész éves munkát tükrözi, és az első három helyezetnek a jutalma az, hogy a legfőbb, a legszebb helyen tud kiállítani a kávézónak a kör folyosóján. Ide 50 kép fér el az A3-as méretben, és ugye, hogy a helyezések sorrendjében legyen a jutalom, az első helyezett 25 képet, a második helyezett 15 képet, a harmadik helyezett pedig 10 képet állíthat ki. Ezt, ha jól matekoljuk össze, akkor ez pont 50. Így az övék lesz a kávézó, és a többiek pedig, akik még kiállítanak, azoké a többi hely, tehát a földszinti folyosó, meg az emeleti folyosó. Úgy van nálunk, hogy aki akar, kiállíthat. Tehát itt nincs hozzákötve, hogy a harmadik helyzet után a negyedik, ötödik, blabla, többi nem, hanem bárki, aki gondolja, hogy hoz képet, szeretne megnyilvánulni egy nagyobb nyilvánosság előtt, mint a klub, hozhatja és teheti ki. Klári, te milyen képekkel készültél erre a kiállításra? Meg kell mondanom, hogy a döntés az nehéz volt. Amióta egy éve beléptem ide a klubba, azóta nagyon felszaporodtak a fotóim, és ugye nagyon nehéz dönteni, hogy most 10-12 képet ebből a rengetegből kiválasztan az ember. Házi pályázatokon elért képek is vannak köztük, de ugyanakkor saját választás is van, ami viszont meg kell, hogy mondjam, hogy a makrofotózás kezdett szimpatikussá válni számomra. Megmondom, az is, hogy azért történt ez így, mert új gép kapcsán szerettem volna kipróbálni, és elkezdtem a kertben fellelhető kis apró élőlényeket fotózni, és ez annyira megtetszett, hogy tényleg elmegyünk a téma mellett. Tehát általában az emberek ugye nem figyelnek ezekre az apró kis élőlényekre, de azzal, hogy elkezdtem fotózni őket, megismertem az életmódjukat, a történéseket. Én láttam például pofozó hangyákat, egymást pofozták. Szóval azt mondom, hogy az átlagember ugye ezek mellett elmegy, sőt nem látja nagyító objektívek hiányában. De ezek annyira meg elvarázsoltak, hogy most már a makrózás a kedvenc témám, tehát többek között ilyen képeket állítok ki. A fényképezőgép akkor a részeddé vált? Nagyon érdekes,
hogy igen. Nagyon sok témáról lemaradtam én módon, és meg kell, hogy mondjam, hogy most már a szemetet is géppel az oldalamon viszem ki. Azért ez nagyon érdekes, és mindamellett az a világ, amit felnagyítva így a közönség elé társz, majd szerintem az is nagyon érdekes lesz, de ott leszünk majd mindenféleképpen a kiállítás megnyitón. Visszatérve hozzád, Péter, egy kicsit arról faggatnálak, hogy mit lehet tudni így az első három helyezetről, hogy miért pont ők, és kik ők? Jó a kérdés. Az, hogyha most felsorolom a neveiket, az azt hiszem a nézőknek sokat nem mond, legalábbis a település szintén sokan ismerik őket, de talán még többen nem. Az első helyezettünk az alapvetően természetfotós. Tehát ő járja a természetet, leshelyeket látogat, sajátja is van helye, ahova rendszeresen visszajár, de vannak más természetfotósok is, akik kiépítenek leshelyeket, ahonnan fotóznak. Ő oda bejárata van, és akkor ő ezt onnan intézi. A második helyezettünk, ő inkább az eseményeket, a színházi eseményeket, tánc, előadások, portrék, jellegű fényképeket szokott csinálni, és nagyon kísérletező kedvű az utómunkában, úgyhogy neki ezek az érdekességei. A harmadik helyezettünk pedig egy fiatal embernek mondható fotós kolléga, ő is inkább a természet fotózás felé hajlik, de a tájképeket és a makrókat is, mint Klári, szereti és műveli. Úgyhogy őtőlük ezek a fajta képek láthatók. Az újdonság, de hát el kell jönni a kiállításra, és meg kell nézni a képeket, annál is inkább, mert hogy tavaly indítottunk egy játékot, ami elég nagy sikert aratott, és szeretnénk folytatni, szeretnénk egy hagyományt teremteni ebből. És ennek az a lényege, hogy a látogatók megnyerhetik a nekik leginkább tetsző képet. Ez úgy működik, hogy az ember ugye eljön, megnézi a kiállítást, és egy vagy két kép különösen megragadja, és azt mondja, hú, de szép ez a kép, hú, de jó lenne nekem a szobám falán egy ilyen, vagy pont ő. Nálunk ezt megteheti, ugyanis a kávézóba ki lesz téve egy kis dobozka, kis cipős doboz, kis rés a tetején, mellette kis cédulák, és a látogató, aki szeretné megnyerni azt a képet, ami neki leginkább tetszik, fölírja a kép címét, a kép szerzőjének a nevét, és az ő saját elérhetőségét, tehát név, telefonszám, e-mail. Fontos, hogy olvashatóan, mert tavaly belefutottunk olyanba, hogy kihúztuk a nyertest, és nem tudtuk elolvasni, vagy nem volt elérhetőség, hát így aztán nem tudtuk átadni, hát húztunk helyette másikat. Tehát így el tud menni a szerencse valaki mellett, hogyha olvashatatlanul vagy hiányosan tölti ki ezt a cédulát, de ne legyen, tehát mindenki olvashatóan, ha lehet, akkor nyomtatott betűkkel írja rá a saját elérhetőségét, meg a kép címét, ugye, hogy melyiket szeretné hazavinni, és akkor, amikor vége van a kiállításnak, ez február 28-áig tekinthető meg, március elején kell leszedjük a képeket, akkor majd az első klubestünkön rendezünk egy sorsolást, ahol ugye megfogjuk ezt a kis dobozkát, kiborítjuk, és majd valamelyik csinos hölgy kihúz belőle három nevet, amit fölveszünk, ugye mi a fotó-videó klub révén ugye videóra rögzítünk, és aztán a nyertesekkel is szeretnénk majd riportot csinálni, mint ahogy a tavalyi nyertessel is van. A honlapunkon, amit majd itt olvashatnak a címét, ugye kalászkamera.hu, ezen meg lehet tekinteni a tavalyi nyertessel készült riportot, és hát az egész folyamatot. Klári, milyen közösségre találtál itt a fotó-videó klubban? Nagyon szimpatikus társaim lettek. Egy az, hogy szakmailag lehet fejlődni, és ez azért nagyon fontos, irányadó. A másik, hogy barátilag is összejárunk, kis rendezvényeket tartva, sőt, nagyon sok fotótúrát teszünk, ami a társasági életét is színesíti, úgyhogy én barátokra leltem ugyanakkor.
És hogyan kapcsolódtál hozzájuk? Honnan tudtad, hogy ők vannak? Volt már régebbi ismeretség kapcsolat? Nem, hanem kerestem fotóklub lehetőségeket, és a környezetemben mondjuk ők voltak legközelebb, de aztán utána már nem is bántam. Tehát, hogy már a baráti kapcsolatok kialakulása is megszínesítette, és fizikálisan stabilát tette ezeket a kapcsolatokat. Egy éve mondod, hogy csatlakoztál hozzájuk. Látod a saját képeiden is a különbséget az egy évvel ezelőtt és a mostani képek között, hogy a fejlődés az megvan, hogy más szemmel látod most már a saját képeidet is? Hogyne. Tehát eleve a gép megismerése is nagyon nagy szerepet játszik ebben, hogy minden lehetőséget az ember úgy ki tudjon használni, amit kínál a gép és a téma. Úgyhogy igen, nagyon sokat fejlődtem szerintem, a saját meggyőződésem szerint is, és remélem ez tovább folytatódik. Mi pedig nem sokára majd egy meglepetésre jövünk vissza, és egy új személlyel bővül majd a beszélgetés. És ahogy ígértem, akkor történt is egy személyi változás itt bent a stúdióban, mégpedig Reichhorst Ildikót köszöntöm sok szeretettel, üdvözöllek. Szervusztok. Beszélgessünk tovább, és most veled kezdeném is így a beszélgetésünket, hogy téged mi fogott meg a fotózásban, és mit terelt ide a közösség felé, a fotó-videóklub felé? Hát Péter meghívására jöttem, és köszönöm a bizalmat. Talán én vagyok a legfrissebb tag itt az előbb említett pályázati beadványok közül, szerintem én két garnitúra képet küldtem el mindösszesen, úgyhogy megtisztelő számomra, hogy egyáltalán a kiállításon részt vehetek. A fotózással való kapcsolatom az, hát ha visszagondolok, gyerekkoromra nyúlik, ugyanis édesapámnak volt egy házi laborja otthon, és egyszer, ugye mi falul laktunk, és nem zártuk a házat, és hazatérésünkből láttuk, hogy egy orosz katona éppen magához veszi édesapám fényképezőgépét, és el is iszkolt vele, amit aztán később pótolt apám egy másikkal, de miközben meglett ez az első gép, ami egy nagyon-nagyon régi Verra volt, azt megkaptam én, és azon tanítgatott engem. Még semmilyen fénymérő, semmi automatika nem volt ebbe a gépbe. Ez egy nagyon érdekes történet, és örülök annak, hogy így barátokra leltél itt a fotó-videó klubban. Milyen érzés egyébként így objektíven keresztül látni a világot, hiszen azt el kell áruljam a nézőknek, hogy amint beléptél az ajtón, már fotóztál, egy virágot vettél észre, és hogy melyik az a része a fotózásnak, amit téged úgy leginkább érdekel? Ez egy érdekes megközelítés, és ezen gondolkodtam én is, hogy az érdeklődés hogyan is alakul ki. Tulajdonképpen két irányú is lehet, hogy az ember egy irányultságot vesz, vagy pedig magából az ő mondjuk természet szeretetéből alakul egy ilyen fotós irányultság. Nálam pontosan ez a helyzet, hogy én nagyon sokat vagyok bent a foglalkozásomból adódóan, és alig várom, hogy a természetbe kikerülhessek, és így egy ilyen aktív tevékenységé vált a fotózás is, vagy hát meg a természetjárás is. A természetről nagyon sok szót ejtettek a hölgyek. Mi várható 2019-ben, hogy milyen túrákat szerveztek majd? Hát sokszor spontán, tehát így nem nagyon terveztük meg, itt tavaly sem, és az idén azért jó lenne, hogyha egy kicsit erre odafigyelnénk, hogy tervszerűbben, de a spontaneitásban van valami érdekesség, meg valami kis kaland, egy kis ismeretlennek a felfedezése. Hát a természetben, a közelbe szoktunk azért menni, de a Pilis közel van, hál' Istennek, és felfedezésre való táj, meg természeti szépség az, hogy mondjam,
kimeríthetetlen, tehát nagyon sok. És akkor ugye az előbb a Klári, ahogy mondta, hát a kilép a kertbe, ott van előtte, ugye eszembe jutott a régi időkből, ugye volt egy konferencia, a Brachfeld Siegfried, aki azt mondta, hogy a téma az utcán helyek, csak le kell hájolni érte, ugye, és hát tényleg, szóval ott van az utcán, ott van előttünk, a lábunk alatt a téma, sokszor tök le kell hajolni érte, észre kell venni. Hát megyünk. Tervezünk messzibb kirándulásokat is, itt az előbb Tiszató volt szóba, ugye éppen, hogy arra felé menjünk. Hát majd kialakítjuk ezt közösen. Nem, hogy mondjam, csak a túlzott, beskatujázott, előre elhatározott tervekhez ragaszkodni sem mindig jó. Mert hogyha éppen akkor olyan az idő, vagy más dolog olyan, akkor borul az egész, és akkor rosszul érzi magát az ember. Ezeket a dolgokat könnyedén kell venni, könnyen elengedni, ha nem megy, és könnyen fogadni azt, hogyha van egy új lehetőség, na akkor dur beleugrunk. Egy kicsit arra kérnélek, hogy hogyan értékelnéd az elmúlt éveteket, hogy így folyamatosan bővültök, azt halljuk és látjuk, de mégis, hogy vezetőként ezt hogyan látod? Én nagyon örülök az új embereknek, és nagyon örülök annak, hogyha megmaradnak az emberek, mert azért volt olyan, hogy jöttek, mentek. És hát nyilván nem azt találta meg, aki elment, hogy amire vágyott. De ugye a Ildikó is, meg a Klár is megtalálták ezt a helyet, és én azért hívtam most ide kettejüket, mert két különböző személyiség, de mégis hasonlítanak egymásra. Abban, hogy ebben a hobbiban, ebben a művészeti ágban lelik örömüket, vagy ebben is, ugye, mert Ildikó művészember, tehát ez még, hogy mondjam, csak tulajdonképpen őt éppen azért hívtam, hogy megmutassuk azt, hogy ha valakinek egy bizonyos területen tehetsége van, akkor az nem feltétlenül egyfajta tehetség. Tehát az kibontakozhat a tehetsége más területen is. Ugye ő zenész, zeneoktató, zeneterapeuta, és nagy sikereket ért el, kitüntetést kapott nemrégiben. Tehát a szakmájában komoly teljesítményt rakott le az asztalra. És a fotózás is ugye gyerekkora óta megy, és ott is nagyon tehetséges, és nagyon sokat fejlődött. Én látom azóta, amióta van a klubban a képeit, hogy más szemmel néz oda, más elgondolásokkal indul már bele abba, hogy most elmegyünk fotózni és csináljuk a képeket. Úgyhogy én látom a fejlődést mindegyik klubtagunknál, akik maradnak bizonyos ideig. Tehát ez óhatatlan, hiszen az a társaság, ahova vagyunk, ugye mondták is, a Klári mondta, hogy ez baráti társaság, tehát barátságok is szövődnek. Én azt szoktam mondani, és ezt azt hiszem minden alkalommal elmondom, de nem baj, hadd legyen az, amint az imamalom, ugye sokszor elmondja az ember, akkor az úgy is lesz, de hát ez úgy is van. Ez egy örömklub. Tehát mi örülünk egymásnak, örülünk annak, amit csinálunk, nem dolgozunk, mint a zenészek. Ugye a zenészek meg a színészek bemennek a színházba, és nem dolgozni mennek, hanem játszani. Hát mi is játszunk, örömködünk, játszunk, szórakozunk, ez a szórakozásunk, ez a hobbink. És mivel ezt mi amatőr módon csináljuk, az amatőrségetnek van egy kicsit negatív felhangja. Én ezt szeretném nagyon eloszlatni, ugyanis nem tudom, hol hallottam, de nagyon igaza van, aki azt mondta, hogy a profi az abból él, amit csinál. Az amatőr meg azért él. És azért ez más felhangja. Ez sok mindent elárul ezért. Igen. Kiállításunkkal kapcsolatban még hadd mondjam, ugye nem hangzott el, hogy mikor lesz pontosan. Tehát a kiállítás megnyitója az január 11-én 18 órakor a Kóskároly Művelődési Házban lesz a kávézóban. Szeretettel várunk mindenkit. Hány órakor? 18 órakor. 18 órakor. Ott a helye mindenkinek. Azonban még Ildikó, hozzád fordulok, hogy a fényképezőgép az neked is úgy részeddé vált esetleg, mint Klárinak? Hogy ha valami meglátsz, akkor úgy szeretnéd is lefotózni egyből, és hogy az úgy bosszantó, amikor nincs ott a gép? Ezen gondolkodtam egyébként, hogy mennyire bosszantó, de aki fotós ember, amatőr vagy profi, folyamatosan fotóz a szemével.
és nagyon sok olyan kép van az emlékemben, amit géppel nem tudtam megvalósítani, viszont hát ha ott van a gép, az nagyon jó. Egyébként a zene és a fotózás közötti hasonlóság, illetve különbség az nagyon érdekesen jelenik meg az életemben, mert a zene az tulajdonképpen egy időben zajló folyamat, a videózás is időben zajló folyamat, ezt beszéltük is, viszont a fotó a pillanatot kapja el. A zenével mi hallatni akarunk valamit, vagy szeretnénk, a fotózással pedig láttatunk, tehát az érzékszervek tárházait kibővülhet. És esetleg a későbbiekben lesz majd ennek valami ötvözete és szerepe így a terveid között? Gondolkodtam azon egyébként, hogy akár egy koncertet fotókkal kísérni, vagy kiállítás zenével kísérni, ezt hogyan lehetne megvalósítani ezen, én már gondolom, hogy nem tudom még. Ki kell találni. A 70-es években volt egy nagy divat, a diaporáma úgy nevezték. Ugye akkoriban még az analóg fényképezés ment, és akkor a színes diára készültek felvételek, és a diavetítések alatt ment a magnóról a zene. Tehát ugye akkor még az amatőr filmezés egyrészt nagyon drága volt, sokkal drágább, mint a fotózás, és a hangszinkron az nem ment össze nagyon. Tehát az rettentő bonyolult megoldás volt, és akkor egy ilyen köztes játéknak csinálták azt, hogy a diavetítések alatt ment a magnóról a zene. Van ajak szinkron nem kellett hozzá, ilyen hozzávetőleges szinkron, hogy a képváltásokkor a hang. De ez nagyon jó ötlet, nem új, de megvan, meg lehet ezt csinálni egyébként. Az megint egy más dolog, és nagyon érdekes lenne, ha a koncert élő koncert lenne, és úgy lenne rá a vetítés. Tehát nem magnóról a zene, hanem élő koncert alatt menne a zene. Illetve, vagy a diavetítés. Illetve most ebben a pillanatban jutott eszembe még az, hogy improvizációval foglalkozom nagy részt, és hogyha a vetített képekre zenészek improvizálhatnának. Igen, hát, na, ez hát ezt megvalósítjuk. Hát az ötletek azok jöhetnek. Ez a nagyszerű ebbe a dologba, hogy annyira kreatívak az emberek, hogy borzasztó. Tehát ez, egymástól tanulunk, és ez így a jó. Összejövünk egy klubesten, és akkor megnézzük egymás képeit, és akkor tanulunk belőle, hogy na ezt hogy csináltad, miért így csináltad, és azok a jó képek, amelyek már előtte itt meg vannak a fejben. Ugye, mint ahogy mondtad is, hogy szemeddel lefényképezted, hát ugyanakkor vissza is lehet menni, ha nem, mit tudom én, Dél-Afrikában láttál egy olyat, amit nem sikerült lefényképezni, nehéz visszamenni, de egyébként meg ez így megoldható, hogyha látsz valamit, és van egy ötlet, akkor vissza lehet menni, és akkor már tudatosan megcsinálni azt a fotót, mint ami egy intuitív módon jött és elment. Kedves nézőink, érdemes lesz idén is nagyon figyelni a Fotó és Videóklubot, hiszen nagyon érdekes dolgok történhetnek még ott, vagy esetleg majd 2020-ban, hú, ezt most mondtam ki így először. És még szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének klubtagok lenni. A klubestjeink a Faluházban páros hétfőnként vannak. A honlapunkon egyébként, a kalászkamera.hu-n lehet tájékozódni ez ügyben. És még egyszer akkor a kiállítás helyszíne, időpontja pontosan? Kós Károly Művelődési Ház, a leánykori nevén ugye Faluház, kávézója, január 11-e, péntek, 18 óra. Ott a helye mindenkinek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltatok, és mindezeket megosztottátok velem és a nézőkkel. Köszönjük szépen. Köszönjük. Még egyszer köszönöm, hogy a vendégeim voltatok. Vendégem volt Neszvada Péter, a Fotóvideóklub vezetője, Balázs Klára fotós, valamint Reichold Ildikó fotós. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok és elfogadtátok a meghívást. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, találkozzunk holnap este is.